You must remember this. A kiss is still a kiss. Sziasztok! Május 27-e van, gyönyörű, verőfényes, napsütéses és meleg a szombatunk. És lassan vége van... ott van egy áj. Lassan vége van a májusnak, szerintem ezen az asztalon nem fogok támaszkodni. Lassan vége van a májusnak, és ilyenkor minden évben itt Makón nálunk megrendezik a Grill Fesztivált. Ugyanis van egy kandalló gyártó cég, aki minden évben megrendezi ezt a Grill Fesztivált, mivel nem csak kandallókat gyártanak, hanem a grillen meg a kandallókon kívül kemencét, ilyen mini kemencét, mobil kemencét is gyártanak, és ők szokták mindig összehozni ezt a rendezvényt. Elejében még egynapos volt, de most már így egész hétvégét kiteszi ez a rendezvény, és ilyenkor bárki a világon eljöhet és megmutathatja a főzési, illetve grillezési tudását, ugyanis szoktak rendezni egy ilyen versenyt, ki tudja elkészíteni a legtutibb kaját a grillen. Természetesen grillet nem tudsz hozni magaddal, hanem az ő általuk gyártott grilleket, illetve kemencéket lehet használni. És hát természetesen értékes nyereményeket lehet nyerni, például kandallókat és egyéb nyereményeket. És ilyenkor mind baráti társaságok, cégek kivonulnak erre a Grill Fesztiválra, és így egy nagy csoportban jól érzik magukat tulajdonképpen. Van, aki sósüteményeket süt, de általában mindenki grillezik valami finomságot. You must remember this. A kiss is still a kiss. Most elmenjünk Robiékhoz. Jaj! Áj! Taktor! Itt a taktor! Láttak a nézői ekkora sajtreszelőt? Nem hiszem. Tényleg úgy néz ki, mint egy sajtreszelő. Ez simán lehet reszelni sajt. Amúgy lehet. Ugyanállt. Így van. Fogd már ezt a szart, egyszerűen. Kibolít. You must remember this. A kiss is still a kiss. Oh.
Ennyi volt? Vége? Miért nem indult be? Elszakadt a madzag, nem? Túl sok földet kapott, nem? Sípol? Nem hiszem. Ezt el kell mondani nyilvánosan. Mi történt? Nem hoztunk az anyagot. Tomi, van tiszta benzin a kocsiba szerintem. Ezzel nem megy? Na, ezzel tönkretöttek. Jó, tiszta karc. Nézd meg. Összekarcolod a Tomikám, ki kell fizessen. Következő állomásunk a Marospart. Van egy csoport kisgyerek itt. Évike sportol. Nem tudom, hogy a mai vlogból mennyire látszódott az, hogy... mindig sötét. Igen, nem tudom, hogy a mai vlogból mennyire látszódott az, hogy mennyire volt sűrű ez a nap. Igazából itt is voltunk, ott is voltunk, ide mentünk, százfele mentünk, mindig csak mentünk, egész nap szaladgáltunk, ami picit igazából fárasztó is volt. Most itt vagyunk a Marosparton, a gyerkőcök másznak a kalandpályán, legalább élvezik, illetve nem tudom, ők nem fáradtak el ebbe az egész jövés menésbe. Igazából nem hiszitek el, de rengeteg energiájuk van ezeknek a gyerkőcöknek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, az új feliratkozókat köszöntöm a csatornám. Ha most látod először a vlogot, akkor arra kérlek, hogy mielőtt még feliratkoznál, nézd meg néhány korábbi vlog epizódot, és ha még mindig úgy érzed, hogy tetszik a vlog, és szeretnéd követni, akkor iratkozz fel. Kupuci Péter volt, ha kijelentkezem. Sziasztok! You must remember this. Tuti vagy, milyen az ülésben biciklizni, Szofi? Életed első bicajozása? Tetszik? Last time goes by.